A videót a ServerHive támogatja. Játék és egyéb szerverek a legjobb minőségben. Link a leírásban. Na szevasztok srácok, itt vagyunk egy újabb Red Bull Lipcse karriermód részben. Ha minden igaz, akkor a 10. vagy a 11., nem tudom. Inkább a 10. És máma első mérkőzésünket a Bielefeld csapata ellen fogjuk lejátszani. De még mielőtt belekezdünk, el szeretnék mondani egy pár dolgot. Ugye láthattátok a csatornán, illetve több ember csatornáján már szerintem, hogy elkezdtünk egy FIFA Hungary bajnokság nevezetű dolgot. És hát ugye én az első fordulóban eléggé kikaptam. Most ez azért volt valószínűleg, mert ha visszanézitek a videót, egyáltalán nem volt szerencsém. Például az első meccsen ugye volt egy kiállítás, illetve mindent megfogott a Krisefnek a kapusa. Szerintem az a mérkőzés egy X lehetett volna. A második meccsen tényleg nem játszottam jól, de ez már más kérdés igazából. Annyit kell erről a bajnokságról tudni igazából, hogy minden héten lesz egy forduló. Például a második héten nem tudom, hogy elárulhatom-e, de szerintem elárulom. Nem lesz ebből nagy probléma. Hát tökömet nem árulom el. Maradjon titok, jobban fogjátok várni. Na mindegy, annyit mondok, hogy egy nagyobb név ellen fogok játszani, úgymond. És már folyamatosan készülök rá, tehát máma hétfő délután van. Én már játszottam egy 5-6 mérkőzést. Ugyanazon a taktikán, amin ő játszik. És próbálom azt a játékot játszani, amit ő játszik, hogy megverjem a saját játékával. Mekkora ötlet. Szerintem nagyon nehéz lesz, de lehet, hogy menni fog. Viszont akkor kezdjünk bele ténylegesen a mai részbe. Bajnokságot nagyon vezetjük. Van egy meccs hátrányunk. Ha nyerünk, akkor 16 ponttal vezetjük a bajnokságot. Úgyhogy... És itt is vagyunk, vagy mi van. Amúgy most lehet, hogy több lesz a Red Bull Lipcse karriermód rész, ugyanis... Hát gyakorolnom kell a csapatban való játékot, tehát hogy 11 embert irányítok és nem egyet, ezért elnézést kérek, de majd be fogjuk pótolni az esetlegesen elmaradó játékos karriermód részeket is, de nem tudom mi lesz igazából. Az is lehet, hogy majd ilyen edzéses, gyakorlásos videók is lesznek, hogy hogyan készülök, de ezt nem mondom biztosra, sőt, inkább ilyen 10% az esélye. Oké, Kaiser. Az nagyon jó, szépen védett a kapus. Azt is megfogta. Fú, deja vu van, gyerekek. Tegnap Krisef ellen is ugyanez volt, mindent védett a kapus. Csak most itt valószínűleg a Bielefeld ellen nem fogok 5 gólt kapni. De hát lehet, bármi. Mi van? 11-es van, de fasza. Legalább lesz egy lehetőségem. Az a vicc ezen a mérkőzésen eddig, hogy a 70. percben jöttem rá arra, hogy szalul van beállítva a kontrollerem. És hát addig egy pöcsnyi esélyem nem volt. Hát most megnyertük valószínűleg a mérkőzést, úgyhogy köszönjük szépen az ellenfelünknek. Nagyon jó fejek voltak. Valószínűleg amúgy nem lőttem volna gólt ebben az utolsó 2-3 percben. De hát így sikerült, úgyhogy tényleg megérte ez a... szabálytalanság, vagy nem tudom, hogy mi volt itt a 16-oson belül az előbb, de hát úgy néz ki, hogy megvan a 3 pont. És lefújta a bíró a mérkőzést, 1-0-ra diadalmaskodtunk. Igaz, hogy egy büntetővel nyertünk, de nyertünk, és ez a lényeg. Na, azt mondja, hogy a Heidenheim csapata ellen fogunk játszani a következő meccsünkön, idegenben, B csapattal, ugyanis utána jön egy csodálatos negyed döntő a Leverkusen ellen. Elég jól menetelünk amúgy a kupában, tehát ha megnézzük, akkor decemberben kivertük a Gladbachot, előtte kivertük a Schalkét, előtte pedig, igaz, hogy a Sandhausen, de akkor is megvertük, úgyhogy tiszta jó. Most viszont akkor foglalkozzunk a Heidenheim elleni mérkőzéssel, ahogy láthatjátok, 16 ponttal vezetjük a bajnokságot. Nem nagyon hiszem, hogy innen el fogjuk veszíteni a bajnoki címet, vagy nem tudom, ezt nem is lehet elveszíteni.
maximum elcseszni az egészet. De rohadtul nehéz lesz, úgyhogy valószínű már bajnokok vagyunk. Csodálatos, ködös időben Erste FC Heidenheim, Red Bull Lipcse, igazából Ryzen Ballsport, vagy Ballsport Lipcse, de nekünk Red Bull Lipcse. Osz cső! Igazából nem lényeg, az a lényeg, hogy egy kurva jó csapat, ahol nagyon sok fiatal játékos játszik, akik rohadtul jók, és ezzel föl fogunk jutni csodálatosan az első osztályba, amit remélhetőleg egy-két szezon után meg is fogunk majd tudni nyerni. Werner. Ott a lehetőség, Timo Werner szépen véd a kapus, Forsberg pedig befélollózza, de hát ezzel szart se értünk el. Úgy van, Sifu. Nagyon jó, Sifu. Egy lövőcsel, Sifu. Majdnem bement. Terence, megküldte. Mi van már, öcsém? Azért kezelsz, meg löksz, meg mindent csinálsz. Ha vegyél már vissza magadból, kis csávó. Na. Emil Forsberg. 71-71-71, hát nem ehhez vagyok mostanában szokva. De beverjük. Kapufára lőjük, bocsánat, nem verjük akkor be. Na az már megint egy kapufa, viszont ez már bemegy nagyon jó, Demme vagy ki volt ez. Izzanker. Oké, 1-0. Hát a mai teljesítményem az megmondom őszintén egyenlő a nullával. De nem tudok mit tenni ez ellen nagyon, ugyanis hát vissza kell szokni, és kettő meccs az nem nagyon elég. Mert hát most úgy kb. 3 napja folyamatosan csak csodálatos online játékot nyomok. De az is unalmas lenne, hogyha feltennénk. De hát az a baj, gyerekek, hogy én szívesen felraknám, csak hát annyi videó készülne, mint a szar, és az már nem lenne jó. Jó az Boyd, nagyon jó Terence, 2-0, Sifuentes. Bocs, de hát onlinehoz vagyok szokva, aztán ott kiszoktam ezeket passzolgatni. Ez van. De hát igazából miért ne tenném? Tehát hülye lennék, ha nem ezt csinálnám. Szerintem ilyen helyzetben mindenki ezt csinálja, biztosra megy, és inkább bevállal egy csúnya gólt, vagyis hát igazából nem csúnya, mert minden gól szép, de hát na. Értitek. És megnyertük a mérkőzést. Amúgy visszatérve ahhoz, hogy nagyon sok videó lenne, az igazából jó lenne, csak nekem nem lenne jó. Ugyanis hát, na, nem tudnám föltenni. De hát mindegy igazából. Nem egy nagy dolog, nem lesz ilyen fajta videó, ilyen edzős, meg ilyenek. Ezt már így most eldöntöttem. Úgyhogy ja. Ez van. Hát gyerekek, Leverkusen, amit eddig máma játszottam, abból szerintem az fog kijönni, hogy kikapunk, mint a szar. Nem így tervezem, de nem lesz könnyű egyáltalán, ugyanis egy nagyon jó csapat ellen játszunk idegenben és szar formában. Mármint én vagyok szar formában, a csapat az jó formában van. Na szóval, Deutscher Pokál, német kupa, negyed döntő, Leverkusen ellen, én fosok. Csak nem tudom, mitől fosok, gyerekek, amikor így kezdünk. Csókolom, csókolom, felébredtünk, vagy mi van? Marcel! Zabitzerre megkütük, gyerekek. Az más kérdés, hogy nem ment benne, nagyot szólt. Javier Hernández. Bellarabi. Hernández, vegyük már el tőlük. Ej, mekkora hiba! De kirúgjuk, de ott van Kisling is. Miért nem vette le a labdát ez az ember? Ezen beszarok, hogyha Hernández beadja és jó lesz. Már pedig jó. De Stefan Kisling egy szar. Viszont jön a szöglet. Jézusom! Szonnan fejelte el Bender?
Úristen. Kapufa nem hagyjuk? Oké. Oké, felszabadítottunk, de megint nyomnak, mint a szart. Egy kontra kéne, egy jó kontra kéne. Jézusom. És döntetlen lett a mérkőzés. Ha minden igaz, akkor hosszabbítás fog következni. Úgy is van. Kezdjünk vele, és... nem tudom. Döntsük el a meccset. Eldöntötték a meccset. Méghozzá egy mekkora góllal. Javier Hernández. Hát a csávó az nem szarozott. Mondjuk abban volt egy kis szerencse is, de... hát ez vétetetlen. Azt a mindenit. És kiestünk a kupából. Semmi probléma, jövőre is lesz német kupa. Így is nagyon eléggé sokáig mentünk. Ugye ez már a negyed döntő volt. Nem számítottam arra, hogy ilyen sokáig el fogunk jutni, úgyhogy teljesen elégedett vagyok a csapat teljesítményével. Hát ez most így sikerült sajnos, de... majd jövőre megnyerjük, vagy nem tudom mi lesz. Na jól van srácok, ennyi lett volna mára, lejátszottuk mind a három mérkőzésünket. Még mindig 16 ponttal vezetjük a bajnokságot. Oké, szerintem ezt már megnyertük amúgy tökre, úgyhogy nem lesz itt probléma. 14 darab meccs van vissza, hogyha jól tudom. Hát valami olyasmi, én ezt most meg nem fogom számolni. De mindegy, úgyhogy ennyi lett volna mára, remélem, hogy tetszett nektek, ha igen, akkor jelezzétek egy lájkkal. Ja, igazából ennyi. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, szavaztok!